estét, ószurkolást, köszöntöm a Revita televízió nézőit, Liga Kupa mérkőzés itt a Revitán, Gyirmót, MTK Budapest, találkoztunk már ebben a két. Mondom az összeállításokat, a vendégeknél Frederico Ropioni a kapuban, aztán Hajdú Sándor, Szekeres Adrián, Dragán Vukmir, Vadnai Dániel, Gál András, Pöröskei Zsolt, Sasa Matsura, Könyves Norbert, Tisler Patrik és Frank Richard, ők tehát a kezdőcsapat az MTK-nál, nálunk pedig Deli, Pirka, Kozmér, Horvát, Laki, Szabó, Bejtner, Varga, Cseri, Makrai és Canik. Ők vannak ott a kezdő 11-ben. De legalább egy jó meccsre van kilátás. Olyan jó 12-14 fok van. A Gyirmóti centerpálya, remek most már a pálya, úgyhogy a pálya használhatósága az nem lehet probléma. Pöröskei tette tovább, az már helyzet, Deli, de jól jött ki. Remek kivetődés Deli Zoltán részéről. Hát ez már... Canik középre, jó a csúsztatás, Ropioni érezte, hova érkezik a labda, könnyedén húzta le. Még nem találkoztak egymással a gárdák. Hát meglátjuk, mi lesz ebből. Egészen messziről kapura. Deli szépen ölelte magához. Canik. Igazából nem dőlt el ez a mérkőzés. Nem tudjuk, hogy ki a jobb. Próbálkoznak mind a két oldalon. Ez most egy jó indítás. Hoppá, Delinek kell kijönnie. Nincs ebből helyzet végre. Hú, ezt most megúsztuk. Lába volt, úgyhogy ez veszélyes játék mindenképpen. Varga veszti el. Sőt, az MTK-ből elmehet itt a jobb szélen. Ez már helyzet lassan. Vigyázni a jó beadásra. Gálnak vissza. Van még lövés is, alig megy mellé. Mir? Szép a szerelés Cseri részéről. Cseri? Na, hát ebből lehet valami, egy jó kontra. Mert kapura nem vagyunk túl veszélyesek. Aki tovább. Bejtner, jó a lövés, alig megy mellé. Na hát Bejtner legalább megpróbálta. Lassan lövő helyzetben, aztán elé Makrai, Cseri. A két egykori BKV is játszik össze egymással. Varga, az még jó lehet Bejtnernek. Bejtner, le is csap a labdára, jó a lövés is, Ropioni. Aztán a földön csúszva fejelte haza neki Vukmir. Meg MTK jó védekezés. Bejtner teszi középre, ott egy öngól! Hát, hogyha saját erőből nem megy, akkor megy az ellenfél erejéből. Ez szép megoldás volt. Hát, ha jól látom, akkor Bejtner Ádám volt az, aki betette volna középre. És valaki beletette a lábát az MTK védekező játékosai közül. Talán Vukmir volt az, de nem mernék erre esküt tenni. A lényeg, hogy öngóllal vezet a Gyirmót. A semmiből megvan a Gyirmót vezetése a Liga Kupában. Ez majd elég. A lényeg, hogy nálunk az előny. És itt a vége. Nincs is már egy perc hátra az első félidőből. 45 perc játék után, tehát utolsó pillanatokban szerzett góllal vezet a Gyirmót. Egy öngól. Van változás a második félidőre, már pedig az MTK változtatott, mert pedig Tisler helyett érkezett Vas Patrik. Fukmér azzal a jó 15 éves rutinjával szépen aláfutott. Homonyik. Homonyik el is lövi. Nem volt ez rossz. Legalább bemelegítette Gropionit, meg saját magát. El kéne hozni. Hoppá, az csúnya, az legalább sárga.
Könyves Norbert volt a szabálytalan, teljesen feleslegesen már elvitték mellette a labdát. És még... Varga csúsztatja meg, Cseri. Befele kéne passzolni, Cseri adja be. Visszaértek az MTK védői, ez meg már nem jó sajnos. Szép volt a labdaszerzés. Varga volt az elkövető, sőt, ez már lassan helyzet. Á, csak jól be kellett volna adni. Hajdú tisztázott. A lövés is jó. Groppi Júni üleli magához. Ha jól, nem csodálom, mert mondjuk egyelőre a Gyirmót jobb. És a fáradt játékosokat most három új játékos váltja. Jön tehát Nikházi, Zsidai, és ha jól láttam, akkor Ladányi volt a harmadik, így van, 11-ese. Kezdeni az mindenképpen egy jó hír számunkra. Hoppá! Delinek kellett védeni, aztán a visszapattanót is ő fogja meg. Nem tetszik neki saját csapata játéka, de hát ezt majd a meccs végén majd elmondja. Gondolom én. Én meg szoktam mondani a véleményét, akár jó, akár rossz az a vélemény. Hoppá, az már helyzet, Deli mellett belvék a gólt a MTK-sok. Hát a semmiből kiegyenlít az MTK. Talán Vas volt az, de mindjárt megmondom, hogy ki volt. Mert úgy nem látom a számát. Igen, Vas volt az, Vas Patrik 6-os számmal. 78. perc tehát. A semmiből egyenlít a fővárosi gárda. Úgyhogy az MTK ezzel a Vas Patrik góllal jócskán belehúzott, mert hogy egyre jobban játszanak a fővárosiak, csak nehogy aztán fekete leves legyen a vége. Kikapni azért nem kéne idehaza. Ó, mekkora lövés volt! Deli is csak kapkodta magát, hogy beleérjen. Talán bele is ért. Hatam. Nikházi pedig rúghatja az újabb MTK szögletet. 83. percben. Hoppá, visszafejelik lövésre. Szerencsére elkörül ez a kaput. Nagyobb. Vukmir. Jókat cserélt Garam József, ez látszik. Sokat javult a csapata játéka ettől. Gál. Nikházi. Megint egy nagy lövés. Ez szerencsére most már középre ment. Delének nem volt nehéz dolga. Tehát kevesebb mint 5 perc van hátra a találkozóból. Gyirmót MTK 1-1. Delének kell védeni. A Nikházi próbálkozott egészen messziről. Nem volt ez a... Szabó. A bal oldal nem volt túl aktív a második fél időben a Gyirmótnál, az tény. És hiányzott mondjuk a győzelem. Ez Groppi Jóni jön ki. Homonyik, ez már helyzet. Homonyik nem tudja elrúgni Groppi Jóni mellett. Utána egy helyzet volt ez is. Illetve ez. Mert hogy maradnak, de nem hosszan. Úgy mehet tovább a játék. Lehet ebből még egy helyzet. Poják. Laki, egy olyan gólt kéne lőni, mint legutóbb, de így nem. Hát a bajnokin olyan gólt rúgott, hogy ezt tanítani kéne. Nem is innen, hanem messzebbről, igaz, hogy a jobb oldalást. Szépen szerel Kozmér, nincs még felszabadítás ebből. Sajnos Deli kijön a kezéről. Kis. 91 és feledik percnél tartunk. Úgy, pillanatokon belül vége ennek a mérkőzésnek. Igen, hát ezt mondtam. Itt a vége ennek a mérkőzésnek. Ellentétes félidő, hiába játszott jobban a Gyirmót az első félidőben, meg szerzett vezetést egy öngóllal. Igazából az MTK azzal, hogy jól cserélt, Garami József rászolgált a döntetlenre, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy igazságos eredmény született ezen a mérkőzésen. Nem volt egy jó mérkőzés, de a hidegben legalább talán egy kicsit felpaprikázottunk. Úgyhogy egy-egyel búcsúzunk ettől a Liga Kupa találkozótól. Mindjárt jövünk vissza az edzői nyilatkozatokkal, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is. Az lenne a kérdésem, hogy lehet egy ilyen meccsből tanulni?
mert az első fél időben jobbak voltunk, aztán az MTK jól cserélt, igazából szerintem igazságos lett a döntetlen a végére. Lehet ebből tanulni, akár bajnokékre, akár kupa meccsre, akár a jövőre nézve? Hát én gondolom, hogy minden mérkőzésből lehet tanulni, akár egy edzőmérkőzésből is. Ez ugye azért valamilyen szinten tétremenő mérkőzés, még akkor is, hogyha a mi szempontunkból az első bajnokság, második a Magyar Kupa, és csak a harmadik a rangsorban a Liga Kupa. Egy csapat életében úgy gondolom, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, úgy kell felmenni a pályára. Én úgy láttam, hogy mi közelebb álltunk a győzelemhez. Az való igaz, hogy az ellenfél minőségbe tudott cserélni, mi viszont kénytelen voltam olyan játékost pályára küldeni, aki nem azon a poszton tudott korábban futballozni, illetve nem az az igazi posztja, de nem volt más védő felfogású játékosunk. Milyen pozitívumokat láttál, amit esetleg a bajnokságban lehet hasznosítani, vagy milyen hibákat, amit meg majd ki kéne javítani? Úgy gondolom, hogy a védekezés az egyre jobban kezd most már összeállni. Mindenféleképpen pozitív volt a labda kihozatal. Hát a mi hibák azok a végjátéknál, a koncentráció, hogy azért most is meglettek volna a lehetőségek, volt, hogy az ellenfélnek üres volt a kapuja, és ezeket a játékhelyzeteket elügyetlenkedjük, amiből viszont általában gólt szoktunk kapni. Tehát ezt mindenféleképpen ki kell javítani. Liga Kupa mérkőzése nem bírta egymással az MTK és a Gyirmót, egy-egyre végeztek egymással a csapatok. Nem volt rossz meccs, vezetett a Gyirmót, aztán feljött az MTK, egy pontot szerzett a Gyirmót. Legközelebb egy bajnoki mérkőzésen találkozunk majd. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A közvetítés támogatója az Alkufer Kft. És a Fenesi Autóüveg.